Főként a USA-ban gyártott filmekben hallható rendre mindig ugyanaz a pár mondat, hogy nyugodj meg, most már minden rendben lesz, meg innen átveszem, maga zsaru, lefeküdtél vele? Ezeket azért tudom ilyen jól, mert magam is filmfüggő vagyok, és el is mentem ezzel a bajjal egy pszichiáterhez, de nem volt könnyű dolga. Bent vagyok az épületben, próbálok elvegyülni. Mindjárt célhoz érek. Üdvözlöm, dr. Tokodi Imre, pszichoterapeuta vagyok. Kis András, FBI, bejöhetek? Parancsoljon. Nincs parancsom, de azért bejövök. Szép kis ház. Hogy abból a rengeteg kábítószerből és fegyvereladásból nem tellett nagyobbra? Mert ez a villanyóra szekrény. Jöjjön beljebb és foglaljon helyet. Mondjál pontosan, hogy miért jött. Azt maga nagyon jól tudja. Mr. Tokodi? Igen. Eltűnt egy 14 éves lány. Hol volt február 30-án, szerdán reggel az esti órákban? A február csak 28 napos. Egy zsarut próbál meg átverni? Eddig nem volt tervben, de innentől nagy az esélye. Jó. Most mutatok néhány fotót. Felismeri ezt az embert? Igen, és így már az anyja nevét is tudom, ugyanis ez a személyigazolványa. Jó, és erről a fotóról mi jut eszébe? Hagyományos lakcímkártya. Úgy látom, ön kóros filmfüggő, és már nem tudja elválasztani a valóságot a filmektől. A lényegről beszéljen, és ne akarjon átverni. A felesége már úgy is köpött. Igen, tudom, fogorvosnál van éppen. Nézze, ha ennyire nem tiszta, hogy jött rá, hogy szakemberhez kell fordulnia? Megvannak az informátoraim. Házkutatási parancsunk is van, jobb, ha elmondja, hogy hol a por. A szekrényem meg a tévén is, mert ma még nem takarítottam. Naponta hány filmet néz meg? Hát olyan hármat, négyet biztos. Egy pillanat. Tessék, Bob, mit akarsz? Elnézést, mennem kell. Téli olimpiára? Miből gondolja? Csak a Bob miatt kérdeztem. Rablást jelentettek a 22. és a 46. utca sarkáról. András, ön most egy pszichológiai terápián vesz részt, ez nem egy amerikai akciófilm. Meséljen inkább valamit magáról. Amikor először találkoztam Emilyvel, már akkor tudtam, hogy bele fogok szeretni. Hozzám költözött, és egy darabig minden jól ment. Emlékszem arra a csodálatos tavaszi napra, amikor megszálltunk egy kis nebraszkai motelben, és egész nap csak szeretkeztünk. Aztán kiderült, hogy Emilyt otthon felejtettem, és hogy a motel szobában van egy állólámpa, ami a sötétben nagyon hasonlít rá. Azon a napon minden megváltozott. Erre mikor jött rá? Még aznap este az urológián. Értem, tehát a családját nagyon zavarja, hogy egy ideje egész nap csak filmeket néz, meg sorozatokat, értem. Maga semmit nem érti, maga semmit nem tud, vigyenek ki innen, azonnal vigyenek ki innen. András, figyeljen rá. Tudom, jó? Maga is őrültnek tart. És velem együtt mindenki, aki már találkozott magával, de nyugodjon meg, jó? Nyugodj meg, kicsi, most már minden rendben lesz. A mami itt van veled, Prücsök. Prücsök, András, a franc, essen már bele. Figyeljen rám, el fogom mondani, mi történik. A spoiler, nehogy már elmondja, akkor minek töltöttem le. Mondja, mi hiányzik az ön életéből? Semmi, minden fenn van az enkóron, csak le kell szedni, aztán visszatöltöm. Milyenek az emberi kapcsolatai? Van egy barátnőm, egy éve vagyunk együtt. Nagyszerű, és hogy érzi magát vele? Második évad berendelve. Hol ismerkedtek meg? Tessék? Hol ismerkedtek meg? Emilyt akkor ismertem meg. Nem hiszem. Amikor Catherine elhagyott. Jennifer miatt. Uh-huh. Pedig Naominak hívták, és nem is vele csaltam meg, hanem Jessica-val, de közben Elisába voltam szerelmes. Amikor Emily megtudta, hogy megcsaltam, elvitt az éppen zajló súlyemelő VB-re, és szakított velem. Ő nyert 125 kilóval. András, amikor a barátnője észlelte a filmfüggőségét, hogyan reagált? Hát hívni akarta a 911-et, de a gyilkos addigra már benn volt a házban. Miért nem maga hívta a 911-et? Hát már a telefonon 9-es gomb az van, de 11-es nincs.
András, most megpróbálom elterelni a figyelmét a filmekről. Asszociációs terápia következik. Képzelje azt, hogy most egy közértben van, és sokan vásárolnak a hatósági áras élelmiszerekből. Na erről mi jut eszébe? Éhezők viadala. Rendben, rendben, akkor folytassuk. Egy néni ön elé tolakszik a húzós kocsijával. Halálos iramban. És akkor arra mit mond, hogy a boltban akciós a tarkabab? James Bond Goldfinger. Meglát egy nem hatósági áras élelmiszert. Drágán add az ételed. Jó, és az utolsó ránéz a húspultra. A bárányok hallgatnak. Rendben, akkor most föl fogok írni magának két gyógyszert, a kéket reggel vegye be, a pirosat meg este. Aha, persze, Morpheus is így kezdte. Azóta rajtam röhög minden call centeres a Telekomnál. Jó, András, figyelj! Nem András, hanem őrmester. Vagy uram. Jó. Uram. Mr. vagy Mrs. Na jó. Nem, ezt a Netflix óta nem nagyon tudom már követni. Annyit már tudok, hogy a Bruce Willis nem játszhatná el a Tamás bátyát, de Will Smith a hófehérkét igen. Jó. Egyébként jobban érzi magát, mióta beszélgetünk? Nem, nekem ez az egész olyan idegen. Két ember percek óta beszélget, és nem megy alatta a zene. Jó, egyéb probléma, hallgatom. Jogában áll hallgatni. Minden, amit mond, felhasználható maga ellen, jogában áll ügyvédet fogadni. Jó, nézze, András. Hányszor mondjam még, hogy uram vagy hadnagy? Előbb még őrmester. Jó, kérem a jelvényét és a fegyverét. Elveszem magától az ügyet, mostantól fel van függesztve. Persze, maguk az FBI-nál azt hiszik, hogy maguknak minden szabad. 6 éve dolgozom ezen az ügyön, nem fogom csak úgy hagyni, hogy elvegyék tőlem. Most pedig húzzon vissza Washingtonba, és mondja meg a főnökének, hogy ez az én városom, jó van? És vigye magával a rohadt parancsát, és mielőtt feldugom elnézést már teljesen. Üdv a klubban, Doki. Igen. Azt rohadt életbe. Azt hiszem, a mai alkalomnak vége van. Jó, akkor magyar hangok. Fillár István, Szető Ádám, Csantó Zoltán, Kokas Piroska, hangmérnök Soltész Rezső, Vágó Zöld Zsófia. András, mikor legyen a legközelebbi alkalom? Van hozzá szinkron, akkor akár holnap is. Jó, akkor felírom. Feliratosan is jó, de a szinkronos az jobb, azt nem ne kelljen már olvasni. Jó, mit szólna a jövő hét kedhez? Oké, hánykor? Szokás szerint 15, 17, 30 és 20 órakor, hogy...